Sziasztok, ez a Seiko Butik TV azon adása, amikor Attila, mármint a távolabbi Attila végre megtudja, hogy milyen ekkorának lenni. Mert azt nem tudod, hogy hány olyan pillanatot éltem át, akár csak 2021-ben, amikor mondtad, én figyeltem, és úgy éreztem, hogy a határán vagyok annak, hogy akár érthetném is, de végül azt kellett mondjam, rendben van. Na és ma Attila elhozott egy másik Attilát nekünk, Ilosvai Attilát, aki olyan történetekkel bombázott minket most, mielőtt a felvételt elindítottuk volna, hogy én azt láttam, hogy először a közös munkánk alatt végre te is tudod, hogy milyen, ha csak ekkora. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas adás lesz. Sziasztok, én Petur András vagyok, Lichtenberger Attila mellett, pedig Ilosvai Attilát is elhoztuk nektek egyenesen. Sziasztok. Az Egyesült Államokból, aki óra szeretőből lett óra szakértő, és mint látható a szakértelme már messze túlmutat a miénken bizonyos területeken. Igen, sziasztok! Attilát én is egyébként a már korábban bemutatott Seiko Watch Hungary Facebook csoporton keresztül ismertem meg, és ott olvastam az írásait, és hát egyre hosszabbak és egyre mélyebbek voltak ezek az írások. És az első kritika volt a második dicséret. Nem. Mindenképpen az, hogy látszik, hogy olyan mélységekért megy utána a történeteknek, hogy ezek nekem is teljesen új információk voltak, és tényleg mondhatom, hogy szájtátva olvastam ezeket, sőt, azért azt is elmondhatom, hogy Attila mellett még vannak többen, akik hasonlóan jó tartalmakat készítenek, és amikor a karácsonyi videóban arról beszéltünk, hogy az idei évben szeretnénk, hogy több vendégünk legyen majd itt a videók alatt, akkor elsősorban arra is gondoltam, hogy azok, akik ennyi időt és fáradtságot szánnak arra, hogy régi, kevésbé ismert történeteket, technológiákat megismerjenek, és ezt számunkra elmondják, akkor ide a hozzánk a butikba meghívjuk őket, hogy ő maguk mondják el ezeket, és sok esetben természetesen én is kérdezek, és érdeklődve hallgatom ezeket a történeteket. De hát térjünk is egyből akkor a lényegre, tehát még egyszer hónapok várakozása után Attila újra kis hazánkba járt, és így rögtön lecsaptunk a lehetőségre, hogy személyesen mondja el, és ne egy videokonferencia híváson keresztül kelljen megismerni azt a tudást, amivel ő készült erre a mai videóra. És hát azt gondolom, hogy maga a mai videónknak a lényege, ugye a kvarcórának a működése és ennek a története, ez egy olyan dolog, amit a legtöbben egy legyintésre azt mondják, hogy á, kvarcóra, és óriási tömegek használnak ma már kvarcórákat, de hát ez nem volt mindig így, és maga a kvarcóra, az a teljes óraiparágat megváltoztatta az egész világnak a történetét, hiszen ha csak arra gondoltok, hogy régen csak mechanikus órák voltak, és akkor a mechanikus órákat csak kézzel tudták készíteni, ugye a kézi munkának az ára az mindig nagyon drága volt, ahogy ma is, és ezért a legtöbb ember a toronyórákra, templomtornyokat nézegetve igazította a napi életét, és a kvarcóra volt az, ami elhozta a lehetőséget mindenki számára, az utca emberének azt, hogy lehessen saját órája. Úgyhogy megyünk a kezdetektől, és én arra gondoltam, hogy még mielőtt tokba költöztetnénk a szerkezetet, egyáltalán tegyük már fel azt a kérdést, hogy mi a kvarc. Mert ugye az sem egyértelmű, hogy csak egy fogalmat tisztázunk, ugye elektromos órákról beszélünk, amelyeknek egyik lehetséges, sőt a világban elterjedt verziója lett a kvarcóra, de hát ez nem így indult. Itt ugye azért az 50-es évek végén volt, aki próbálkozott elemhajtott a mechanikus órával, ahol a kvarc még föl sem tűnt. Tehát az igény arra, hogy az óra pontos legyen, és elektromos hajtású a szerkezet, ez még nem volt egyenlő a kvarca. Tehát hogy jutottunk el odáig, hogy a kvarc kristály lett a legelterjedtebb elektromos órák alapja? Ez így az 50-es években kezdődött, amikor, ahogy mondod, tényleg igény volt rá, hogy ne kelljen felhúzni az órákat, és mindent ki kellett fejleszteni hozzá, nem voltak elemek, nem volt semmi, nem voltak elektronikai, miniatűr elektronikai alkatrészek, amik elfortak mond egy óratokban, és akkor
több cég egyszerre futott neki ennek a feladatnak, már akkor is presztízs értéke volt, hogy ki csinálja meg az elsőt, és végül egy amerikai cég Pennsylvániában a Hamilton lett az, aki először kereskedelmi forgalomba bocsátott egy egyébként valószínűleg prototípus állapotban lévő szerkezetet, a Hamilton 500-at, amelyet egyébként a Men in Blackből ismerhet az ember, mert az egyik ilyen órájuk, ez a háromszögű Ventura, az egy ilyen legendás dizájn lett, egy Richard Arbib nevezetű dizájnerrel terveztették meg, aki ezeket a cápa huszonyokat felrakta a Cadillac-ekre annak idején. Aztán ugye a következő lépés az a hangvillásóra volt, amit a Bulova kezdett el gyártani, egy svájci mérnök segítségével, igazából az ő találmánya volt, a Bulova kivitte Amerikába, és ott csinálták meg. Ez egy körülbelül 10-szer pontosabb volt, mint a mechanikus órák, és soha nevvel működött, már volt benne, ez volt a világ első elektronikus órája, ami azt jelenti, hogy volt benne egy tranzisztor. Tehát amikor 1960-ban elkezdték gyártani, akkor már lehetett ilyen tranzisztorokat készíteni. És egy... Attila, és a hangvillának mi volt az a tulajdonsága, ami miatt hangvillás órát készítettek? Minden ilyen szerkezetben kell lenni egy olyan elemnek, ami egy állandó, stabil frekvencián rezeg. Tehát ez lehet a mechanikus órában a billegő, uh-huh. az inga órában maga az inga, a kvarc órában egy kvarclistály, és a hangvillás órában, ezekben a bulovákban egy hangvilla volt, egy körülbelül ilyen 1 cm méretű, tényleg hangvilla formájú uh-huh. valami, amit egy speciális áramkörrel folyamatosan rezgésben tartottak, mert ugyan tekercsek voltak körülötte. Há, értem, tehát nekem a fejemben sokszor a hangvilla van, akkor mindig az jut eszembe még az énekóráról, amikor behozták de az órában ott nem ütögette egy kis manó belül a tóra. Nem, hát aki hordta azt, tehát percenként kellett egyet kapintani az órára. De honnan tudtam, mikor van egy perc. Egyébként az a zseniális a hangvillás órában, hogy lehet hallani a hangját, tehát ő nem... Ez nagyon magas frekvencián. 360 Hz, tehát ez egy viszonylag egy jól hallható, nem túl mm-hmm. magas hang egyébként, de ez egy nagyon jól hallható hang. Oda teszi az ember a füléhez, és ez így zümmög, egy angolul hum, tudod, így hívják, hogy hammer. És mi ütögette, vagy mi rezegtette a hangvillát? Nem rezegtette semmi, hanem a hangvillának a két szárán volt két ilyen mágneses kis rúd, és azok igen. körül voltak tekercsek. Mm-hmm. És ezek a tekercsek ezeket a tekercseket vezérelte az a tranzisztor, az egy darab tranzisztor, ami benne volt. Tehát behúzta ezt a hangvillának a szárait behúzta a tekercsbe, azzal, hogy áramot vezetett a tekercsbe, de volt egy leágazás, amiben ilyenkor áram indukálódott. Az viszont lekapcsolta. Tehát így elereztett. És folyamatosan mozgásban, kibekapcsolással folyamatosan mozgásban tartotta a hangvillát. Elektromágnesesen irritálták, igen. nem pedig mechanikusan igen. ütögették. Igen. És igen. akkor igen. ez tulajdonképpen elhozta a világnak azt, hogy tud lenni elektromosan valamilyen közelállandó frekvencia, amihez igen. lehet majd egy számolást, egy mérést igazítani, de akkor igen. innentől kezdve jött a következő lépcsőfok, hogy akkor a hangvilla helyett esetleg... Valami mást, más, igen, hogy mit lehetne még. És egyébként ők kicsit Seiko irányába fordulva, ők 59-ben létrehoztak egy csapatot, egy Project 59A nevezetű csapatot, akiknek az volt a feladata, hogy megszabják a jövőjét tulajdonképpen az óragyártásnak, ők pontosabb órákat akartak csinálni, mint a svájciak, de nem tudták, hogy hogyan. És azt látták, hogy az a cél, amit el akarnak érni, az a mechanikus szerkezetekkel elérhetetlen. Tehát egyszerűen fizikailag nem lehet megcsinálni. A billegőnek a szerkezete, meg minden egyéb, ami egy mechanikus órában van, az lehetetlené teszi. Azt ugye a hangvilla már eleve magasra tette a lécet, ugye 10-szer pontosabb volt. És ők így fordultak rá a kvarcra. Hát tulajdonképpen akkor ez a Seiko Micro Artist stúdiónak az 50-es évekbeli megfelelője volt, akkor is ugyanez az elv volt, hogy hozzunk létre a cégen belül egy olyan csapatot, kiemelt mérnökökkel és tudással rendelkező emberekkel az akkori kor szintjén, amivel meg tudjuk mutatni, hogy a Seiko mennyire fejlett, és hol van a technológiai határa az adott kornak. Hmm. És tulajdonképpen ezt írunk? Hát mondjuk, hogy 58-ban csináltak egy ilyen szekrény méretű kvarcórát, amiben még lámpák voltak, tehát elektroncsövek, és a kvarcot úgy stabilizálták, hogy egy sütőbe, egy blóderbe tették szó szerint. Tehát állandó hőmérsékletet kellett tartani, és ez így volt pontos. Hatalmas, nagy volt, ilyen másfélszer két és két méter, és azt hiszem ilyen broadcasting station, tehát ilyen rádióállomások használták ezt. Ipari. Hát igen, mert őnekik is ugye fontos volt, hogy a rádióba, a tévébe mondjuk egy
reklámszünet, bár akkor még kinézzel azért kevés. Az ablakon, és a templom torolja le. Jönnek a hírek, ha jól látom, egy kicsit köd van, 5 perc múlva 10 óra. Vagy kapcsolás van, és akkor az egyik a másik hazát kapcsol, ezt nem 5 perc múlva még ott reggeliznek. Igen. De... Hát arra is, meg egyébként a kommunikációt, a csatornák kihasználását, sok minden. De egyébként megvan neked az a kép, amikor abban az időben az első Winchesterek mekkorák voltak? Azok is egy szoba. Mint ma, amiben egy szerver szoba, nem? Az volt egy darab Winchester. Egy szerver szállónak hívjuk ma már, de nekem van egy ilyen kép, és ki fogom keresni, majd megmutatom, amikor pakolják be egy repülőgépbe egy ilyen raklapon azt a fél szobát, ami 5 megabájtos Winchester. És annak egyébként az volt a nagy előnye, hogy nagyon gyorsan el lehetett érni bármilyen adatot rajta, majd korábban szalagot használtak. És el akartál jutni a végére, akkor át kellett tekerni az egészet. Hát igen, ez a magnós időszakban szerintem mindenkinek megvolt, mert szerintem a mi gyerekkorunkban azért majdnem mindenki próbált DJ-skedni, és akkor föl voltak írva a kazetta hátuljára, hogy a számolóban hova kell tekerni, hol fog kezdődni. Hát, hogy a Commodore vagy bármi, ami kazettát használt, hogy hol kezdődik az adott játék. Ilyen játék, és akkor odahajtani. Szóval visszatérve, ugye, akkor most 50-es évek vége, 58 körül, és azért, hogyha belegondolunk, ez nem nagyon sokkal a második világháború után volt, tehát amikor tényleg a nulláról, a földről kellett mindent újra felépíteni, és akkor megvoltak azok az első eszközök, most a Vaca Winchester, vagy nálunk ez a kvarcóra elődje, ami már egy 2 méter x 1 méteres szekrényben, hát kvázi laboratóriumi körülmények között, de már mutatta, hogy ez a technológia működőképes, életképes, és akkor innentől kezdődik a versenyfutás, hogy a gyártás technológia és egyéb oldalakban hogy lehet ezt csökkenteni a méretet. A kvarc maga. Tehát ugye nem egy méret, mert végülis a Andi lassú volt, a kvarc nem egy méretbeli kérdés, ez egy tulajdonságbeli kérdés. Miért kötött ki az óraipar, és végül is ugye ez azt jelentette, mert jól tudom, akkor ezt a szabadalmat, ezt nem tartott a titokban a Seiko, tehát ez egy ilyen mai megfogalmazás szerint egy ilyen nyílt forráskódú technológia volt, ami alapján utána a fél világ elment a kvarc alapú elektromos óragyártás irányba. Mit tud a kvarc? Seikónak a kvarccal kapcsolatos szabadalmai azok olyanok voltak, amelyek egyébként például, hogy hangvilla alakú legyen az a kvarc kristály. De ez is azzal függött össze, hogy alacsony frekvencián, viszonylag alacsony frekvencián járatták ezt a kvarc kristályt. De ugye visszatér, hogy mi az a kvarc, ez egy nagyon furcsa anyag, ez egy kristály, szilícium-dioxid, ami az egyik leggyakoribb anyag a Földön, tehát ebből van a homok részben, meg nagyon, tehát itt mindenhol megtalálható. És vannak olyan tulajdonságai, ami azt mondanám, hogy Isten is arra teremtette, hogy órát csináljunk belőle, de tényleg, egyszerűen hihetetlen. Vagy talán csak ő nem. Oh hihetetlen. Igen. Tehát először is az első kvarcórákat, meg az eleve az első kvarc rezonátorok, azok még nem időméréssel szolgáltak, hanem frekvenciatalonnak használták őket Amerikában. Tehát a 20-as években a Bell Labs meg ezek kezdtek ezzel foglalkozni. Nagyon stabil frekvenciájú források kellettek, mint ami rádióadásokhoz, vagy ahhoz, hogy minél több adatot tudjanak a tenger alatti kábeleken átvinni például. És ugye ebből a szempontból, tehát ők Brazíliából hoztak kvarcrudakat először, és van a kvarcnak egy olyan speciális tulajdonsága, hogy amit úgy jönnek, hogy piezoelektromosság. Ami azt jelenti, hogy... Ezt tanultam erről, az a baj, egy kocka emlékem nincs róla, de... Ugye volt a Curie testvérek voltak, akikből az egyik a Pierre, aztán később a Marie Curie-vel radioaktivitást felfedezte, de ők még 1880-ban észrevették, hogyha egy ilyen kvarc kristályt összenyomunk, akkor gyakorlatilag polarizálódik, elektromos töltés jelenik meg a peremein, tulajdonképpen a szélein. És ennek, de ez fordítva is igaz, és ezt használják igazából többek között a kvarcban. Ha összenyomjuk, ha áramot vezetünk ebbe a kvarckristályba, akkor deformálódik. Tehát így megváltoztatja az alakját. És ha most, és ezen kívül vannak még olyan tulajdonságok persze a kvarckristálynak, hogy borzasztóan merev. Tehát nagyon-nagyon tiszta hangon lehet rezonáltatni. Tehát ha csinálunk belőle egy kvarckristályt, akkor ez a 32.000 Hz-nek, ennek nincsenek mindenféle ilyen más tónus, mint egy harangnak például, vagy egy hangszernek. Ezt, hogy csinálunk belőle? Ott tartunk, hogy kibányásznak egy kilós kvarckristályt, és akkor ebből milyen darabokat, vagy hogy kell olyan kivágni, hogy ez csak bekerüljön egy órába? Olyan tiszta kvarc csak Brazíliában volt, és nagyon hamar rájöttek ott a Bell-nél, hogy ez így nem lesz jó. Hanem nekünk kell növeszteni kvarcot. Tehát a természetben található kvarcban rengeteg olyan tökéletlenség van, ami miatt nem igazán alkalmas arra, hogy tartósan és folyamatosan, mint a hangvillaként használjuk tulajdonképpen. Ezért azt csinálták, hogy
ezek ilyen vegyészeti módszerek gyakorlatilag, hogy növesztünk kristályt. És ők is azt csinálták, ilyen autoklávokban, ilyen nagy nyomás alatt lévő kuktákban gyakorlatilag azt csinálják, hogy alul van egy ilyen feloldott kvarc folyadék, aztán kovasabban lehet tán feloldani, mondjuk 400 fokon, és ez az oldat, ez így cirkulál ebben a kristályban, ebben a kuktában, ami egy cső, felül pedig ilyen, mint a ruhaszárító fogasokon, már megnövesztett ilyen 2 milliméteres ilyen lap méretű kvarc lemezek lógnak, mint fürtökben gyakorlatilag. Te a Matrixot egyszer említetted, de ez Matrix, mint bármi más. Ez az, ahogyan a Matrix az embereket növeszték? Ott energia termelésre használják őket. Csüngenek a De a kristályfa meg a csüngés, az stimmel egyébként, igen. És itt csüngnek ezek a valamik, és ez a folyadék ugye fent kicsit hűvösebb, ott csak 350 fok van mondjuk, és ott ezekre a magokra tulajdonképpen, ahogy ez a telített oldat rákerül, ugyanabban a rendszerben, ugyanabban a kristály szerkezetben folytatva elkezd növekedni. És a végén kapunk egy ilyen körülbelül ekkora hatalmas hatteleken cseppköveket növesztünk, ők pedig azt jutott eszembe, hogy nagyon kezdetleges a technológia, mert ha már kvarcot tudunk növeszteni, órát kéne, így csüngenek az órák, és az, hó, figyelj, ez már pontos, ez kész van, és leszeded. Figyelj, beengedjük a nanorobotokat, és megcsinálják. Tehát tulajdonképpen akkor egy picit itt összefoglalva, akkor a kvarckristálynak van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy bizonyos árammal irritálva... Áramot vezetünk, tehát igazából... Egy árammal irritálva egy viszonylag stabil frekvencián elkezd rezegni. Igazából nem kezd el rezegni, hanem csak deformálódik. De viszont, hogyha ezt a deformációt, tehát ha csak rövid időre vezetjük rá ezt az áramot, akkor utána megint visszajön, és utána már rezeg. És itt jön be egyébként a második nagyon fontos tulajdonság, hogy nagyon hosszan rezeg. Tehát, hogyha egy megpendítek egy vonalzót, akkor mondjuk az egy ilyen 5 másodperc múlva abba hagyja azt a rezgést, hogyha egy billegőt mondjuk megmozdítok valamin, akkor az mondjuk egy olyan 1-2 percig ott jár, és aztán abba hagyja. Hogyha egy ingaórát meglendítek, egy nagyon-nagyon szuper ingaóra akár 20 000-szer is képes lengeni, amíg mondjuk a felére csökken ez a bizonyos lengés. A kvarc az több milliószor képes. Aha. Tehát brutális. Egyetlen impulzustól? Egyetlen impulzustól. Tehát egy áram impulzus. Egy áram impulzustól mondjuk 5 milliószor. Tehát 5 milliót rezeg, amíg mondjuk a felére csökken az amplitúdója. És akkor mi ez a misztikus szám, ez a 32768? Mert ugye mi azt szoktuk volt mondani, mi naív, műszakilag látványosan alulképzett egyedek, hogy ugye másodpercenként ennyit rezeg. De akkor valójában ez most mit is jelent? Ebből a kristályból, amit neveztettünk, egy nagyon speciális szögben kivágunk lemezeket, azokból a lemezekből kivágunk pici hangvillákat. Tényleg. Ezeket betesszük egy tokba, és ezek a hangvillák, ezek úgy vannak hangolva, tehát a száruk hossza, meg a tömegük, az úgy van megcsinálva, úgy van hangolva, hogyha megpendítjük őket, akkor pont 32768-szor rezegenek egy másodpercben. De ez akkor tulajdonképpen egy kvarc kristályból készült hangvilla. Ez egy kvarc kristályból készült hangvilla. Mert amit régen használtak, az pedig ugye egy fém hangvilla volt. Az pedig egy fém hangvilla. És akkor arra jöttek rá, hogy a kvarc kristálynak van egy olyan plusz tulajdonsága, amit hogyha villa formájára formálunk. Ez nem muszáj villának lennie, de ezt a Feyko kitalált, hogy ehhez a frekvenciához ez egy nagyon jó. Ez nagyon pontos vágás kell, egy nagyon speciális szögben kell kivágni a kristályból, mert Azért el tudom képzelni, hogy hány szögben, meg hány vágást csináltam. És ez nem törik el, ezek szerint? Amellett, hogy azt mondtad, hogy nagyon merev, mégis egy ekkora darabka formálható? Mert azt gondolnám, hogy ha merev, akkor törik el, mikor épp ekkorából próbálom. Hát az elén egyébként sokat szenvedtek ezzel, hogy törtek, meg repedeztek, és attól, hogy ugye leváltak lóra részek akár, mint a top, például elveszítette a pontosságát. Mert ugye a szárak tömege az, ami miatt ez a frekvencia állandó. Tehát, hogyha ez a tömeg ez megváltozik, mert lekopik, vagy beszív valamilyen gázt, vagy kibocsát magából valamit, akkor elkezd a kvarckristály más frekvencián rezegni. És ez így egy napi szinten nem nagy dolog, de hogyha akarsz csinálni egy órát, ami mondjuk évente csak 5 másodpercet késik, vagy siet, akkor ott nagyon-nagyon ki kell centízni minden ilyesmit. Jó, tehát eljutottunk odáig, hogy akkor miért a kvarc. Igen, hogy miért villa alakú, mi a jó tulajdonsága, és akkor az előbb valahol elvesztettük ott a fonalat, hogy hogyan jön ki ez a 32 000-es szám, ami tulajdonképpen a kettőnek a 15. hatványa. És erre azért van szükség. Ez úgy jött ki tulajdonképpen, hogy egy olyan frekvenciát találtak, amit füllel nem hallunk,
Tehát már nem egy mondjuk egy, akár egy hang, mint a bulovás óráknál például. Tehát lehet viszonylag... tenni az órát, és nem tudunk mellette aludni. Tudunk mellette aludni, nem, ezen a frekvencián nem hatnak rá a külső rezgések. Tehát mondjuk az általában körülöttünk lévő rezgések teljesen más frekvenciák, tehát nincs ilyen típusú kölcsönhatás. Nem túl nagy frekvencia, vagyis nem fogyaszt túl sok áramot, illetve nem kell túl nagy frekvenciákat leosztani, ami szintén sok áramfogyasztása jár, mert sok ilyen kis flip-floppal, ami majd szóba fog kerülni, azt tudjuk. Tehát ezt. Egyrészt ne legyen túl alacsony frekvencia, hogy ne interferáljon valamivel, de ne legyen túl magas, ami viszont túl sok többletenergiába kerülne, hogy végül leosztjuk, amire azért van szükség leosztani, hogy a végén eljussunk egy olyan számhoz, amivel léptetni tudjuk a mutatót. Ami egy. Én egy most a leosztásra értem még. Csak gyertek vissza egy picit. Menjünk vissza. Ide hozzám. Menjünk vissza egyébként ez a 60-as évek eleje. Tehát itt többen is nekik. Már tudták a japánok, hogy van olimpia, és egyébként ez fontos dolog. Nem erőszakolom meg magunkat azzal a sportvonallal, amit mindig behozok, de az olimpia ez egy óriási motiváció volt a fejlesztés irányába. Itt egy kicsit spoilerezünk az olimpiát, hogy lett a Seiko az olimpiának az időmérője, azt egy későbbi videóra adjuk, mert az önmagában egy olyan történet, egy olyan vastag történet, ami fölemészt egy félórás videót. De ez Pitágerrel, tehát foglalkoztunk egy csomó olyan órával, aminek egyébként a kiinduló pontja az volt, hogy 64-ben Tokióban olimpiát rendeztek. Igen, csak az, hogy ott olimpián a Seiko lett a hivatalos időmérő, az egyébként nem sokkal előtte dőlt el. Én szerintem négy évvel előtte, nem úgy, mint most. Valahogy úgy, tehát 59-ben végül. Igen, tehát nem úgy, hogy 15-20 évre előre be volt fixálva, hogy ki az időmérő, és akkor éppen, hogy ez a fajta forradalom az, ami az áttörést hozta az olimpiai bizottságnál is, hogy itt lépni kell, mert szükség van egyrészt az idő pontosabb mérésére, stabilabb mérésére, és akkor csak annyit, hogy már talán többször mutattuk azt a képet, hogy a 100 méteres futásnál a célvonal fölött 8 ember ott ül, mindenkinek a kezében egy óra, és mindenkinek megvolt, hogy te az egyest mérett, te a kettest, és a végén összenézték, hogy ki mit mért, de azért az nem volt egy hát hogy mondjam, manipulálhatatlan. És a Seiko csinált egy olyan célvonalgépet, gyakorlatilag rajt célgépet, ami ráexponált egy fényképkockára az időeredményt, és ott volt a vonal, is lehetett látni, hogy ki volt. Tehát magyar, valójában a Seiko hozta el az olimpiát a japánoknak, vagy legalábbis... De mindenképpen azt lehet mondani, hogy... Mondom, számított ezek szerint, nem? Amikor odaítélték, nem, hogy... a döntés az megvolt, hogy hogy Tokióban van, az később volt, hogy a Seiko lesz az időmérő. De nem azt mondtad az előbb, hogy a Seiko forradalma, meg a kvarcórák kezdeti fejlesztése is számított akkor, amikor azt mondták, hogy... Nem. A Tokió volt a fix, igen. És az, hogy kiméri az időt, az jött később. Ja. Ott volt később a csere, hogy mégiscsak a Seiko legyen. És nem azért, mert ő japán volt, és akkor ő azért mérje, hanem ez egy nagyon nagy verseny, külön verseny volt. Abszolút. Egyébként, talán Rómában, ha jól emlékszem. Hát ott volt egy ülés, igen. Az, hogy akkor melyik óramárka, vagy milyen órával legyen, mert akkor még nem is ennyire kereskedelmi szempontból nézték, hogy ki legyen az időmérő, mint ma, hanem akkor tényleg igény volt az, hogy lehet pontosabban mérni. És akkor volt 4-5 évvel az olimpia előtt egy olyan pont, amikor dönteniük kellett, hogy akkor mivel lesz mérve, és akkor volt egy óriási versenyfutás. De mindegy, az olimpiai sztorival most el fogunk húzni, azt igen, igen. Tehát térjünk vissza oda, hogy akkor a 32.000-es szám, amiről megbeszéltük, hogy nem túl nagy, de nem túl kicsi, nem rezonál és nem interferál, akkor ebből hogy lesz a léptető motoriga másodpercenkénti léptetés? Ez úgynevezett flip-flopokat használnak. Tehát, hogy nagyjából két tranzisztorból lehet csinálni egy ilyen osztó áramkört, ami, hogyha ide bevezetünk egy 32.000-es impulzust, akkor a végén csak minden második jön ki. Tehát leosztjuk 16.000-re. És utána osztjuk 8.000-re, 4.000-re. És minden ilyen egyes flip-flopnak van egy valamilyen fogyasztása. És itt volt a nagy gond egyébként, ők ezzel szembesültek, hogy az 1960-as években csak tranzisztorok voltak, amik esetleg olyan kicsik voltak, hogy lehetett velük valamit kezdeni. Tehát a 63-ban megcsinált Seiko kristály kronométer, amit az olimpiára csináltak, az azért fiatal egy asztalon, mert kicserélték benne a lámpákat,
tudom, mint tranzisztorokra, kisebb volt a kvarc kristály, hőmérséklet kompenzálást csináltak, és lett a szekrényből egy asztal. Ami haladás, egy csukló felé, vezető hosszú úton. Egy ekkora doboz lett belőle, egy ilyen, nem tudom, 20x20 cm-es doboz, majdnem vettem egyet a múlt héten egyébként. Tényleg? Így benyám valaki felrakott egyet, és aztán... Mennyibe kerül egy ilyen? Az $270 vette meg valaki egyébként. Az egy... Nem tudom, szóval lehet, hogy már túlzásba viszem ezt az óra dolgot, úgyhogy most mértékletes volt. Teljesen ki van zárva. Erre még senkinek nem ment rá az autója, a háza és a családja, nyugodj meg. Jó. Okay. Visszatérve, még annyit segíts nekem, tehát hogy bemegy a 32 000-es frekvencia, a másik oldalon kijön a fele, de ugyanabban az időtartományban, tehát az azt jelenti, hogy másodpercenként 32 000 impulzust küldünk. Be, és a következő kimeneten ugyanabban a másodpercben már csak 16 000 van. Igen. Utána megint egy másodpercben már csak 8 000, stb. Igen. És lejutunk a 15. lépcső után oda, hogy másodpercenként egy impulzusunk van. Igen. És ez megy át a kvarcórának a léptető motorjába, és ezért van az, hogy a kvarcórának a másodperc mutatója egyet lép minden másodpercbe. Igen. És hogyha azt szeretnénk, hogy kettőt lépjen, akkor viszont csak a 14. lépcsőig visszük el a történetet, és akkor ott minden fél másodpercenként igen. fog lépni. Igen. És akkor tulajdonképpen itt ez egy döntés kérdése, és érdekes, hogy ez azért minden kvarcórára majdnem hogy jellemző, hogy másodperc léptetésű, nem? Hát és biztos, hát azért hány olyan fali óra van, vagy akár asztali óra, aminél ugye becsapós, mindig a Springride-nál beszéltünk erről, hogy olyan, mintha folyamatosan menne a mutatója, ami nem tudom, másodpercenként. Ez egyébként nem volt 32 000, tehát mondom, a kristálykronométerben még 6 000 volt, és azt osztották le. De a gond az volt, hogy minél több ilyen lépcsőfok kell, ugye annál több ilyen tranzisztornak, alkatrésznek kell beleférnie abba a bizonyos óratokba. És itt volt az, hogy az óragyártás gyakorlatilag átment tiszta fizikába, tehát meg elektronikába, tehát egy részét... Hát meg gondolom, már Excel tábla nem volt, de azért a gazdasági vezetők is számolták. Igen. Akkor mondjuk nem volt chip hiány, mint most, hogy a kocsikat nem tudják összerakni, de a tranzisztor hiány elképzelhető. Nem is az, egyszerűen hát maga technológia nem volt meg, hogy hogyan készítünk egy tranzisztort, hogyan fér el sok tranzisztor egy olyan pici területen, ugye, mert ez kellett, nem tudom, mondjuk 80-90 tranzisztor, ami képes leosztani, és ezért használtak először alacsonyabb frekvenciákat, mert az kevesebb tranzisztorban meg lehetett csinálni. És sőt, igazából az, hogy a Seiko lett az első, az valószínűleg többek között annak is köszönhető, hogy a svájciak, akik ugye volt egy CEH nevezetű, volt neki egy francia neve, de elektronikus óragyártó központnak a rövidítése. Uh-huh. Tehát ilyen 20 legnagyobb svájci óragyártóból létrehoztak egy ilyen konzorciumot, és így 60-tól tolták bele a pénzt is, kutatókat vettek fel, órásokat, a legjobb órásokat elszipkázták a cégektől, és ilyen próbáltak olyan technológiákat kidolgozni, amivel lehet még pontosabb elektromos órát, mert azért ők is érezték a fenyegetést. Ott főleg Amerikába jöttek ezek az elektromos órák akkor még. Egyébként ez nagyon jó, hogy mondod, mert mindenki a Seikót emlegeti, mint a kvarcóra bemutatójának, vagy feltalálójának, de akkoriban óriási verseny volt a világ minden részén arra, hogy ki tudja majd az első kvarc karórát elkészíteni, és azt gondolom, hogy ma a svájciak sokkal büszkébbek lennének arra, hogyha ők lehettek volna ebben a történetben az elsők, mint amennyire próbálják ezt a víz alá nyomni a mi oldalunkon. Hát ők egyébként most is megtalálják azt, hogy miben ők az elsők. Biztos, hogy mindenkinek vannak olyan irányai a fejlődésnek, vagy fejlesztésnek, amiben egyedit tudtak alkotni, de az, hogy az első karóra kézre tudott kerülni, és akkor most már 69 karácsonyát írjuk, tehát érdekes, hogy pont a japánok tették a karácsonyfa alá az első karórát, az ennek köszönhető, és talán azt is elmondtuk többször, hogy éppen az lehetett az egyik kulcsa annak, hogy a Seiko meg tudta csinálni elsőként, hogy teljesen más struktúrába gondolkodtak szervezetileg is a japánok, mint amiben például a svájciak. És ez a Spring Drive esetében is hasonló volt. Ez egy nagyon jó meglátás, mert valahol olvastam erről egy olyan hasonlatot, hogy miért értenek a svájciak a legjobban, hát létrehoztak egy bizottságot. Tehát ez volt ez a CEH tulajdonképpen. És akkor egy ilyen központi management board irányította az egészet, volt egy amerikai-svájci projektvezető, aki egyébként
nagyon jól tudta, hogy mit akar, és hogy merre kell ezt csinálni, de állandóan ellenállásba ütközött. Tehát, hogy fentről mindig megmondták, hogy nem jó, jó, hogy legyen, mi legyen, és iszonyatosan jó találmányaik és szabadalmaik voltak, és emiatt majdnem meg... Tehát volt egy másfél év, amikor majdnem le kellett állniuk, mert egy ilyen ellenséges felvásárlás célpontja lettek. Tehát jött a Philips, meg egy másik ilyen, tudom én, konzorcium, és csak a szabványaik, nem a szabványaik, hanem a szabadalmaik miatt fel akarta vásárolni őket. És ugye nagyon szenvedtek azzal, hogy akkor mégis milyen műszaki megoldásokat válasszanak. Tehát a Seikónál volt egy csapat órásokból, akik átképezték magukat gyakorlatilag kvarc specialistává. Nyilván ők is bevontak egyetemeket alapkutatásba, tehát kristályszögeket mérni, mindenféle valamiben, azt lehet, hogy nem ők csinálták, de alapvetően órások voltak azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni. Svájcban pedig létrehoztak egy bizottságot, és ugye van az a mondás, hogy az összféra az egy olyan ló, amit egy bizottság tervezett. És ők állandóan össze-vissza mentek, hogy ez legyen, vagy az legyen, és nagyon-nagyon furcsa, de az első svájci kvarcóra, ez a Beta 21, amit aztán végül, mit tudom én, gyakorlatilag egy időben jött ki amúgy ezzel a Seiko Astrona, csak ugye a tömeggyártása letevődött sokkal későbbre. Az nem is olyan léptető motort használt, mint a Seiko, hanem ők egy ilyen rezgő vibrációs motort használtak, valami olyasmit, mint ami az akutronban van a hangvillás órában, ahol a hangvill egyik szára van, de nagyon pici tüskeszerűség, ami gyakorlatilag bögdös egy ilyen milliméteres fogaskereket. És lögdös, te mindig tovább a fogaskereket. És, igen, és 260-ig kellett csak osztani, megsporoltak egy csomó elektronikai alkatrészt, 260-ig kellett csak osztani, és azzal lehetett egy ilyen vibrációs módszerrel forgatni valamit. Nem is volt siker egyébként, nem? Tehát ez a Beta 21 az egy nagy buta volt bizonyos szempontból. Gyönyörű órák készültek, de... Igen, hát egyébként nagyon szerintem gyönyörű korszak ez, mert mérnöki szemmel csodálatos ötletek születtek és találmányok, még ha nem is jutottak el kereskedelmi forgalomig, de mégis ott tényleg nagyot fordult a világ, és sok minden megváltozott. Én azt javaslom, hogy a mai videót azt zárjuk azzal, hogy az első Seiko karóra, kvarc karóra ugye 69-ben jelent meg, és neked itt van egy olyan különlegességed, amelyik rögtön az ezt követő évben, vagy két évvel ezutáni kiadású óra, ezt majd te fogod nekünk elmesélni. Ezt nézzük meg, ezt az órát, és azt a rengeteg további történetet, ami még ezzel kapcsolatosan itt van velünk, ezt pedig áttesszük egy következő videóba, és akkor ott folytatjuk a többi különlegességgel, amit még elhoztál nekünk, jó? Jó, jó. Akkor légy szíves, ezt a 71-es? 71-es, igazából ugye a hátlapján van egy sorozatszám, és a sorozatszámnak az első számjegye az évszám utolsó számjegye, és az itt egy 1-es, ami a legkorábbi kvarcórám. Ez egy olyan különleges VFA, ez a Very Fine Adjusted, ez egy pontos kvarcóra volt, amely a 72-es katalógusban jelent csak meg, tehát onnan lehet felismerni, hogy nincs ráírva, hogy VFA. Tehát úgy VFA, hogy közben nincs ráírva. És az neked előbbi órád van, mint ahogy katalógusban megjelent? Hát a katalógus, tehát valószínűleg 71-es a gyártási éve, és 72-ben jelentek meg először kvarcórák a Seiko katalógusban. Ugye a 69-ben kijött Astronnak, nem volt saját katalógus, ott nem jelent meg persze semmi. Egy brosúra van róla állítólag. És hát ez egy ilyen speciális tokban van, ami ezeknek a kerek VFA-knak, ez a 7000-es tok, mit tudom én, volt a jellegzetessége, ilyen rakott indexek, tehát minden másodpercre egy egyesével, ugye két luk van oda furva, bele van téve az index, és ez egy japán dolgozót rakosgatta, nem tudom, órákon át. Ezt ilyet szerint én még nem láttam azelőtt, és nézd meg közelről, hogy nem csak az 5-10, hanem minden egyes másodpercnek az indexe, az külön két lábbal van kifúrva. Igen, ez mondjuk, hogy ez elképesztő meló, ha csak azt megnézzük, hogy ezt a 60 indexet, amiből ugye ezek a kicsik elképesztő szöszöléssel kerülnek a helyükre, azért ezt érdemes megnézni. Ugye azt kell észrevenni, hogy ezek luxus órák voltak. Tehát ezek a kor legdrágább órái voltak, a top mechanikus órák árának a 2-3, akár 4-szerese is. Hát igen, azt nagyon sokan nem tudják, és abban a hiedelemben vannak, hogy amikor ezek megjelentek, ezek ugyanúgy tömegáru cikkek lettek volna, mint ahogy ma, pedig a legelső Seiko Astron kvarc óra, jó, mondjuk aranytokban készült. 480 ezer ilyen bekerült egy autóára volt. Ez egy
felső középkategóriás autónak az ára volt. És egyrészt azért, mert ugye nagyon pici darabszámban készült, sőt szerintem még ezek az órák is, amiket te elhoztál ide nekünk 70-71-ből, ezek sem úgy jöttek ki a gyártósorról, hogy ding-ding-ding, és akkor... Hát nem is volt rá akkor a kereslet még, mert drágák voltak. Tehát ez a gazdagok, tudom én, kiválsága volt valószínűleg ilyen órát vessenek. Hát az elején klasszikusan ugye meg kellett fizetni azt a évtizednyi mérnöki munkát, amit beletettek, és aztán utána, ahogy fejlődött egyébként a gyártás technológia, és egyre nagyobb darabszám készült, akkor tudták elkezdeni csökkenteni az árakat. Én egyébként azt mondanám, hogy a kvarc óra az annak a kornak a Teslája volt. Tehát ahogy az elektromos autó is egyébként valószínűleg az ára is úgy fog majd változni a Teslának, ahogy a kvarc, és az elektromos autóknak, mint ennek. Biztos vagyok benne, és ezeknek mindig az egyik legjobb mérőszáma, vagy egy nagyon jó mérőszáma az, hogy akkor az ilyen űrfilmekben is ezeket az órákat kezdték viselni a sztárok, mint hogy a legmodernebb, vagy jövőbe mutató technológia, és kezdték használni. Szerintem ezt a videót fejezzük itt be, méghozzá azzal, hogy mennyi dolgunk lesz majd a folytatásban, mert egyrészt egy picit szeretnénk beszélni arról, hogy a kvarcórák feltalálása mit okozott Európában és a svájci óraiparban. Szeretnénk beszélni arról, hogy egyébként a kvarcórák fejlesztése hogyan reagált olyan problémákra, mint például a hőmérséklet, amit ugye akár itt még ebben a korszakban ilyen hőkamraszerű megoldásokkal igyekeztek kiegyenlíteni. Tehát van itt még technológiai szempontból is fejleszteni, meg elmesélni valunk, és hát eljutnánk majd szépen lassan egészen addig, ameddig, és ez egy óriási nagy ugrás, a mostani Grand Seikók is képesek a kvarc technológiával üzemelni, nem hogy képesek, hanem mutatnak olyasmit, amitől az ember elhiszi, hogy a kvarc az nem csak egy kvarc, hanem egy Grand Seiko lélek is lehet méltó módon akár kvarc szerkezetű. Úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni. Ne felejtsétek el, hogy a csatornát, illetve ennek a videónak a folytatását a legkönnyebben úgy találjátok meg, és éritek el gyorsan, hogyha lájkoljátok a videókat, megnyomjátok a harangot, és persze bekövetitek a Seiko Boutique TV YouTube csatornáját. Köszönöm, hogy ma is velünk voltatok. Maradjatok továbbra is, hiszen hamarosan folytatjuk ennek a videónak a második részével. Ciao. Sziasztok! Sziasztok!